Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Ahogy arról a híradóban is hallhattak, ülésezett Székesfehérvár képviselő testülete, a közgyűlés pedig módosította többek között az adórendeletet is. Erről is szót ejtünk stúdiónk vendége, Rácné Földi Judit, a Fehérvári Ellenzék ki összefogás frakció vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Valamint Molnár Tamás, a Fidesz frakció vezetője. Köszönöm, hogy itt van. Köszöntöm a tévénézőket. Nos, hát talán mondhatjuk azt a mai közgyűlés vonatkozásában, hogy az egyik legvitatottabb napirend volt az adórendelettel kapcsolatos napirend. Ez így igaz, hogyha kezdhetem. Ugye pár nappal ezelőtt kapta meg mindkét frakció ezt a rendeletmódosítást, és az ellenzéki frakció elsősorban azt kifogásolta, hogy a vállalkozókkal nem történt egy olyan egyeztetés, és ugye ez az alapja az egésznek, hogy emiatt sem tudtuk támogatni. Ugyanis szerettük volna, hogyha a vállalkozók elmondják a véleményüket, hogy ez a teher ez elviselhető-e számukra. Igazából ennek mentén ment a mai vita. Egyébként elég kultúráltan, és azt gondolom, hogy tényleg mind a két csapat elég komoly érveket hozott fel. A rendelet megszavazásra került, mi nem támogattuk ezt a rendeletet, továbbra is azt tudjuk mondani, hogy mivel akkora adóerőképessége van ennek a városnak, és ezt sosem vitattuk, hogy nem indokolt az adóemelés ebben a városban. Címkézésre is javaslatot tett. Valóban a címkézésről is beszéltünk, bár itt egy ilyen kis nyelvészeti kérdés is belekerült el, hogy a címkézésnek hívjuk el, de én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez teljesen lényegtelen. Valóban tehát azt kell látni, hogy ez egy stratégiai kérdés, és ez egy versenyképességi kérdés egy város életében. Mint hogy egyébként, hogyha vállalkozásokról beszélünk, a vállalkozások életében is mindig stratégiai kérdés az, hogy az árbevételeiket és a kiadásaikat hogyan osztják el. Valóban nem is vártunk más, hogy ebből lesznek viták, és lesznek olyan kérdések, amikben nem tudunk megegyezni, vagy egymásra kell hatni valamilyen szinten, és szerintem ez teljes mértékben így is normális. Az viszont egyébként mindenféleképpen figyelembe kell, hogy vegyük, hogy adórendeletet pont a stabilitás és a kiszámíthatóság miatt mindig 5 évre előre tervezi meg a város. És erre azt nem lehet azt mondani, hogy ez egy adhok jellegű döntés, hiszen legutoljára 2015-ben történt, 2015. január 1-jével történt adórendelet változtatás. Egy 5 éves ciklust néztünk, és arra terveztünk adórendelet változtatást, ami egyébként, hogyha a vállalkozások életét is nézzük, ez már egy olyan középtávot jelenthet, ahol lehet tervezni, és ahol lehet biztonságosan, stabilan tervezni, mind a vállalkozások, mind a város számára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez pont a stabilitás és a tervezhetőség miatt történt így. Hogy meghallgatjuk-e a vállalkozókat, az egyértelműen így van, hiszen nem pont ezért indítottunk egy olyan gazdasági kérdőívet, egy olyan konzultációt, amely a székesfehérvári vállalkozókat érintette, és akik erre választathattak azokra a kérdésekre, és ötletekét is becsatornaztatták az önkormányzathoz, ami őket érint, és amivel kapcsolatban észrevételeik lennének. És egyébként az iparkamarának is másfél héttel ezelőtt ez a rendelet eljutott, és ők is véleményezhették ezt az előterjesztést. Furcsa módon ez mégiscsak az utolsó előtti nap, tegnapi napon került sor. Tehát, hogy én ezt azért nem értem, hogyha van egy másfél hetes megküldött anyag, akkor az miért az utolsó pillanatban a közgyűlés előtti nap délutánján kell megvitatnia a vállalkozóknak. Én azt gondolom, hogy ez ilyenkor az ember elgondolkodik azon, hogy talán nem véletlen, hogy az utolsó pillanatban érkezik erre felvetés, hiszen akkor tényleg nem lehet tárgyalni arról, hogy mit gondolnak a vállalkozók, hiszen az ő érveiket mi már nem tudjuk ütköztetni a sajátunkkal. Innen folytatjuk, nézzük meg, hogy akkor milyen érvek és ellenérvek hangoztak el ezzel kapcsolatban közgyűlésen. Egy idézettel kezdem. Mi hiszünk abban, hogy létezik fenntartható városmodell és városfinanszírozás. Ez a város ezzel a gazdasági erővel, az ittani vállalkozások és az itt dolgozó emberek munkájának köszönhetően elég nagy takaróval rendelkezik ahhoz, hogy addig nyújtózkodjon, amíg ez a bizonyos takaró ér. Ezt polgármester úr nyilatkozta 2019. szeptember 18-án a Mandiner nevű újságnak. A kampány során egyetlen szó sem esett arról, hogy adóemelés következik a következő 5 éves önkormányzati ciklus elején.
Sőt, még egy hónappal ezelőtt, ahogy az előbb elmondtam, a polgármester is azt nyilatkozta, hogy nincsen ilyen szándék, legalábbis semmifajta erre utaló magatartás nem hangzott el. Ezért én azt gondolom, hogy ezzel a megszorító csomaggal most ez a városvezetés egyértelműen letér a demokrácia útjáról. A fehérváriak bekötött szemmel szavaztak októberben, a városvezetés pedig nem kapott felhatalmazást arra, amit most tesz. Ezért amit tesz, azok nem demokratikus döntések, hanem önkényes diktátumok, amiket most el akarnak fogadtatni a fehérvári vállalkozókkal, annélkül, hogy erre felhatalmazták volna őket, illetve, hogy tárgyalások során ezt az érintettek elfogadták volna. Ezért az én véleményem az, hogy a városvezetésnek egyszerűen nincs joga azt tenni, amit most tesz. Polgármester úr pedig felhatalmazás nélkül egy megszorító csomagot akar elfogadtatni a város közgyűlésével, és ezt rá akarja erőltetni a várost a hátán cipelő kis és közepes vállalkozókra. Miközben ők ellenállnak ennek, nem fogadják el, nem értenek vele egyet, és úgy érzik, hogy az egész eljárás elfogadhatatlan. De a polgármester úr úgy látom, hogy mivel nem fogadta el azt, hogy ezt áttegyük egy másik közgyűlésre, ezt a napirendi pontot, ezzel azt üzeni, hogy őt ez nem érdekli, akkor is át fogja vinni. Én erről azt gondolom, hogy ilyet lehet csinálni más, nem demokratikus országokban. Tudnék is erre példákat hozni. Ami most szerintem fontos nekünk a képviselőtestület tagjainak és a fehérvári embereknek az az, hogy azt el kell döntenünk, hogy a városunk polgármesterével szemben elvárásunk-e az, hogy demokrata legyen. Ez egyik legfontosabb kérdés. Éppen a demokrácia deficitről beszélt, na, én csak ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy itt a demokrácia deficitről beszélünk, akkor első számon talán a kereskedelmi kamarának kellene címezni. Ugyanis ebbe a közgyűlésbe kétharmaddal itt ülnek azok a fideszes képviselők, akik nem kaptak egyszerűen meghívást erre a megbeszélésre. Úgyhogy kérdezem én, hogy hogyan is kellene megtárgyalni valamit, mondjuk azon túlmenően, hogy az utolsó napra, célzottan az utolsó napra hívnak össze valamit, hivatkoznak a városnak a érdekeire, a városban lakók érdekeire, és úgy emlékszem, hogy nem olyan régen a választáson a városban lakó kétharmaddal a Fideszt bízták meg azzal, hogy képviseljék az érdekeiket. Na most ehhez képest nem volt lehetőségünk, hogy kibontsuk az igazság minden részletét. De szerencsére azért itt a beadványok mellett azért van itt az adózói szakmai álláspontja is, hogyha elolvassák, akkor esetleg azt az egyoldalú tájékoztatást, amit a kamara volt szíves ide számunkra biztosítani, egy kicsit árnyalja ez. És rögtön ki fog derülni, hogy szakmai szempontból sem igaz, amit leírnak, arról meg nem beszélve, hogy a demokráciáról talán ne tessenek bennünket kioktatni. Nos, önöket egyébként meghívták, az ellenzéki frakciót meghívták a gazdasági kamara ezen találkozójára? Nem kaptam a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamarától meghívót. Azért vettem részt ezen a tanácskozáson, mert kisvállalkozó vagyok, és kamarai tagságom van, és ugyanúgy, mint a többi vállalkozó, én is megkaptam ezt a meghívót múlt héten pénteken, a tegnapi napra. Tehát én ezen az egyeztetésen úgy vettem részt, mint vállalkozó. Nyilván volt annyi előnyöm, hogy ismertem már a rendeletet, és fel tudtam készülni belőle. A vállalkozók is megkapták egyébként akkor pénteken ezt a rendeletet, amit kiküldött a kamara. Egyébként ott a vállalkozók nagyon sok jó érvet mondtak el, amit a saját bőrükön fognak tapasztalni. Ugye azt tudnunk kell, hogy a legtöbb vállalkozó már megtervezte a 2020-as évét, és ez az adórendelet nyilván ebbe bele fog rondítani, és nem túlzás azt állítani, hogy ez nekik fájni fog. Én hallottam annak a 40-valahány vállalkozónak, kisvállalkozónak a véleményét, és ez bizony fájni fog. Én nagyon sajnálom, hogy nem kapott egyébként a testület erre meghívót. Akkor hallotta volna a frakcióvezető úr is, hogy mi a vállalkozók véleménye, ez nekik fájni fog. És ugye éjszaka is sokat dolgoztam ezen az anyagon, mert tegnap nagyon sok érv hangzott el, és valóban vannak benne olyan elemek, amik nem lesznek túl igazságosak. Tehát, ha csak egy példát ragadok ki, akinek van egy 298 négyzetméteres csarnoka, az mondjuk fizet
ilyen helyi adót, vagy építményadót, fizetni fog 297.500 forintot, akinek van a szomszédban egy 302 négyzetméteres ugyanilyen csarnoka, ő pedig fizetni fog 103.000 forint építményadót. Tehát olyan szinten lettek most eltolva a sávok, hogy ez nem lesz így jó. És a vállalkozók, amikor ezzel szembesülni fognak, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak fájni fog. És túl azon, hogy valóban magánszemélyek Székesfehérváron nem fizetnek semmilyen helyi adót, viszont azzal, hogy a 100 négyzetméteres határt levittük 50 négyzetméterre, nagyon sok olyan helyi vállalkozó van, aki magánszemélyként, hát a családja ebből él. Tehát anyuka, apuka, gyerekek viszik ezt a vállalkozást. Igenis érinti őket. De nagyon sok ilyen kozmetika van, nagyon sok ilyen fodrászüzlet van, kisbolt, tehát hogy ezek festékbolt. Szerintem ezeket figyelembe kellett volna venni, valahogy, nem is tudom, személyesebbé kellett volna tenni ezt a rendeletmódosítást. Valami kerekasztallal, vagy a vállalkozók legalább küldtek volna egy 10 fős delegációt, hogy ezt át tudjuk beszélni, hogy igenis részt kell venniük Székesfehérvár jövőjének építésében, valamit hozzá kell adniuk a nagy kalapba, aki eddig nem tette, és egy normális kommunikáció keretén belül ezt elintézni. És akkor ők elmondhatták volna, hogy mi az, ami mondjuk nem fáj. Tehát mi az, amivel ők valóban hozzájárulni szeretnének. Hisz elmondtam a közgyűlésen is, hogy itt élnek ők is. Tehát ők is azt szeretnék, hogy ez a város jobb legyen. Tehát senki nem ellensége ennek a városnak. Hát mindenki jobbá szeretné tenni. Tehát e felül nincs kétségem. Teljesen mindegy, hogy kire szavazott. Tehát a kétharmadra, vagy az ellenzékre, teljesen mindegy. Szeretné a várost előbbre vinni, úgyhogy én ezt nagyon hiányoltam, megmondom őszintén, és ezt a mai napig hiányolom. Ezért szerettük volna ezt a 2020 év végére rakni, hisz akkor lett volna időnk ezekkel a vállalkozásokkal, vállalkozókkal beszélni. Sokkal személyesebb lett volna. Nem volt itt a törvényi határidő? Törvényi határidő a tekintetben van, hogyha a város ezt a mai közgyűlésen nem hozza meg ezt a döntést, akkor egy évet el kell tolni az adórendelet módosítást. Én azt gondolom, hogy egy felelősségteljesen gazdálkodó városnak mindig arra kell gondolnia, hogy a saját működését, a székesfehérvári polgárok szolgáltatásainak fejlesztését és az ő kiszolgálásukat tartsa szem előtt. Mindamellett, mint ahogy elmondtam, másfél hete az iparkamara előtt van az anyag, és mégis az utolsó napra kerül összehívásra egy olyan egyeztetés, ahol az ellenzéki frakció nagy része vagy egésze megjelenik. A székesfehérvári városvezetésben többséget élvező Fidesz frakció egy tagját se hívják meg. Tehát a legitimitását tekintve azért érezzük, hogy ebben van némi furcsaság vagy csavar. Ezt nem is hitatom, ezt elmondtam. Tehát, hogy ez elég furcsa. És igenis, tehát a másfél hétben bőven lett volna lehetőség arra, hogy a készhezkapás után a gazdasági iparkamara kezdeményezzen egy ilyen kerekasztal beszélgetés, vagy bármit a polgármester úrra. Mert hogy fogadókészség akkor lett volna? Hát természetesen, sőt az egész 5 év alatt lenne fogadókészség. A gazdasági iparkamara furcsa módon mindig akkor jelenik meg a közgyűléseken, és azt gondolom, hogy nincs vita, amikor valamilyen érdeksérelem éri őket, és úgy gondolják, hogy a város valami olyan döntést akar hozni, ami őket sérti. Furcsa módon pozitív és konstruktív ötletekkel a gazdasági szektort képviselve nem jelennek meg a város vezetésénél. Tehát, hogy én ezt értem, hogy ilyenkor mindig hirtelen kell nekik valamit reagálni, és abból mindig csak akkor kerülnek elő, amikor mondjuk adó átgondolásról van szó, de hogy ezeket az 5 év alatt lehetett volna már letenni az asztalra, akár a város részére egy olyan konstruktív fejlesztési tervet, ami mondjuk akár az adópolitikát érinti. Nem történt ilyen. Tehát azért ne felejtsük el, hogy az a gazdasági iparkamara, aki cégektől 5000 forintot kötelezően adómódjára hajthat be, annak szerintem nagyobb felelőssége van abban is, hogy hogyan tudja képviselni a gazdasági szereplők érdekeit. És az nem azt jelenti, hogy utolsó nap estére összejövünk egy találkozót. Tehát, hogy itt azért a gazdasági iparkamarának a szerepe az sokkal fontosabb kéne, hogy legyen a vállalkozások életében, nem csak pedig ilyen adhok jelleggel kelljen. De oké, rendben, tegyük félre azt, hogy nem hívtak meg minket, és utolsó napra lett. Azért az előbb elhangzott érvelésekben azért rengeteg csúsztatás van. Tehát az, hogy ez egy megszorító csomag lenne, és hogy orbitális megszorításokat jelenteni, azért tisztázó 2%-os növekményt jelent
tehát egészében 2%-os növekedést jelent a vállalkozási terhekben, sőt, vannak olyan részek, amelyekben csökkentést jelent a vállalkozások számára. Igen, tehát vannak ebben területek, van akinek kevesebb lesz, van akinek több. Lehet ezen vitatkozni, de a legfontosabb, hogy mire fordítjuk ezt az összeget. Tehát azért tisztázzuk, hogy itt nem arról van szó, hogy a vállalkozások befizetik ezt az összeget, és ennek nincsen meg a helye, hanem ez pont ezért kértem azt, hogy jelenítsük meg, ha nem is a címkézés szót használjuk, de jelöljünk egy olyan célt meg, amire ezeket költjük. És hát ezek csak olyan dolgok, amelyek visszakerülnek a Székesfehérvár gazdaságához és magánszemélyeihez. Hiszen egészségügyi fejlesztésre fogjuk fordítani, fiatalok oktatására fogjuk fordítani, a klímastratégia és a klímavészhelyzetre gondolva fásításra fogjuk fordítani, és kisgyermekek védőoltásának támogatására. Tehát, hogy én mindig azt mondom, és ezt azért a kampányban is többször elmentettük az ellenzék felé, hogy lehet, hogy Székesfehérvár adóerőképessége az iparőzés időben rettenetesen nagy. De azért ezzel feladatok is járnak. És mind kötelező, mind vállalt feladatok, ahogy ezt polgármester úr is elmondta, vannak. És ahhoz csak úgy tudunk hozzányúlni, és úgy tudunk teljesíteni, hogyha felelősségteljesen gondolkozunk az újraelosztásban is. És ez pedig egy újraelosztási kérdés. Az imént is említette, hogy utalt erre, hogy valahol csökkentést vesz, de akkor ezek szerint a sávok arányosításával volt inkább kifogása? Nekem kifejezetten igen, tehát hogy ezzel komoly probléma van, és ugye vannak olyan vállalkozók, akik már nagyon régóta fizetik ezt az építményadót, vagy 5 éve lettek behúzva ebbe a sávba, és igen, ott történt egyfajta csökkentés, ami nem egy nagy mértékű, de tehát hogyha mondjuk, amit az előbb említettem példát, tehát az arányaiban szerintem nem lesz jó így. Tehát vállalkozók beszélnek egymással, tehát a sávokban szerintem ehhez hozzá kell majd nyúlni. Tehát ez biztos, hogy nem lesz tartható. Abszolút ez látszódik abból, amit kiszoroztunk. Úgyhogy, és az adóerőképesség, igen, tehát a legmagasabb az országban is. Tartaléka is van a városnak. Az iparűzési adóbevétele, a jövő évi tervezett iparűzési adóbevételt is láttuk. És tavalyi költségvetésben mindketten tudjuk, hogy ezekre a területekre fordított a város, hisz erre kell, hogy fordítson. Tehát, hogyha egészen őszinték vagyunk, ez a 4 terület, amit frakcióvezető úr felsorolt, ez alap. Tehát ez kutya kötelessége egy felelős önkormányzatnak, hogy erre a területre fordítson. Tehát most azért plusz forrást bevonni a vállalkozóktól, hogy ezekre a területekre, hisz ez eddig is megvolt. Tehát a város nincsen olyan helyzetben, tehát tényleg stabil, és ezt nem vitattuk soha. Tartalékai is vannak ennek a városnak. Szerintem még nem kellett volna ilyen döntést hozni. Tehát, és ugye a képviselőtársam utalt arra, nem is tudom, hogy megszorított csomag, vagy valami ilyesmi hangzott el, és nyilván a megszorított csomagot ő arra értette, hogy nem csak helyi adórendeletet módosítottunk, hanem ugye megemeltük a parkoló díjak mértékét is, vagy a parkoló díjak, tehát az óraszámok is drágulni fognak, a parkolóbérletek, a kölyökbérletek drágulni fognak, a december végi közgyűlésen a temetkezési díjakhoz is hozzá kell nyúlni. Tehát nyilván képviselőtársam komplexen kezelte ezt, tehát nem ezt kezelte egy csomagként a helyi adórendeletet, hanem erre utalt, hogy több olyan helyen is lesz emelés, amire nem számítottak a fehérváriak, és nyilván a kampányban ez nem hangzott el, hanem az hangzott el, hogy minden stabil, ami igaz, és hogy nem kell semmilyen emeléshez folyamodni ebben a városban, és ez fáj az ellenzéknek, hogy tényleg mi is képviseljük ezt a várost, a városban élőket, és mi nem szeretnénk, hogyha sarcolnák őket, akár 2 forinttal, akár 5 forinttal. Innen folytatjuk, nézzük meg, hogy mit mondott a polgármester az adórendelet kapcsán. Egyetlen egy olyan posztot nem olvastam. Egyetlen olyan hirdetést nem láttam, ahol azt mondták volna, hogy ebből ezt és ezt visszaveszik, és ezt finanszírozzák. Ha pedig nem ezzel szerették volna, akkor valahonnan önöknek ezt a bevételt biztosítani kellett volna. Nekem kezd az kialakulni, hogy mintha önök esetleg háttéralkukat kötöttek volna a vállalkozásokkal, hogy a jövőben nem a vállalkozásokat terhelő helyi adót növeljük, hanem bevezetjük a magánszemélyeket terhelő helyi adót, kommunális és építményadót. Én ezt elutasítom.
És a kampányban, ha visszaemlékeznek, egy dolgot mondtuk, magánszemélyt, terhelő, helyi adót nem fogunk bevezetni ebben a ciklusban sem, ha ez a körülmények egyébként adottak. És mit mond ki a mai közgyűléssel, a mai döntéssel a közgyűlés? Hogy nem vezeti be. Azaz, amikor önök ezt nem fogják megszavazni, akkor azt fogják támogatni, hogy az önkormányzat bevezesse. Ez a helyzet, és erről sajnos kénytelenek is leszünk tájékoztatni a fehérváriakat. Mert még egy út lehetett volna egyébként természetesen, ezt ők választották 2010 előtt, eladósítani a várost. Ha ön egy olyan frakcióba ül, ahol bizony olyan pártok vannak, amelyek ezt megtették el, Leves Ballabás András, ön hiába mindig Momentumról beszél, szemben Földi Judit képviselőasszonnyal, aki a 12 000 szavazatról beszél, tehát itt azért érzékelhetünk már különbségeket, de ez az önök kérdése, de ön olyan frakcióba ül, aminek az alapvetően ereje az az MSZP, amely MSZP 2010 előtt egy olyan várost vezetett, ahol valóban túlterjeszkedett, ameddig a takarójáért, és 18,5 milliárd forint adósságállománnyal adta át ezt a várost. 18,5 milliárd adósságállománnyal. Ezzel vettük át 2010-ben Székesfehérvár önkormányzatát. Ma pontosan nulla ez az adósságállomány, sőt, tartalékai vannak a városnak. Lehet a kettő gazdálkodását összehasonlítani, nagyon szívesen állok bármilyen nyilvános fórum elé, hasonlítsuk össze a 2002 és 2010, és a 2010 és 2019 közötti helyzetet, akár költségvetési szempontból is. Én a jövőben sem fogok támogatni semmi olyan döntést, amiben a város adósságállományát a nulláról bármilyen szintre elemeljük, a jövőjünket eladósítjuk, mert az a fiatalok jövőjének eladósítása, amire önök mindig hivatkoznak, de valójában önök ezt tették 2010 előtt, olyan várost is úgy üzemeltettek, ami sokkal kevesebb szolgáltatást biztosított, magas adóbevételekkel, és mégis olyan hihetetlenül szórták a pénzt, hogy egyébként egy olyan óriási adósságállománnyal a fiataloknak az élet lehetőségeit élték egyébként föl. Kamara véleménye, amit én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes, és mindig meg is kell, és meg is fogunk fontolni, és örülnék annak, hogyha valóban ez a párbeszéd kialakulna, erre mi eddig is nyitottak voltunk, ezután is nyitottak leszünk, és azt is szeretnénk elérni, hogy a kamara városi gazdasággal kapcsolatos véleménye az ne 5 évekre szűküljön, és csak arra az egy kérdésre, hogy mi van a helyi adóval. A kamarának ugyanis szerintem nem csak ez a feladata. A kamarának az is feladata lett volna az elmúlt ciklusokban, hogy tanácsokat és javaslatokat tegyen az önkormányzatnak, hogy a gazdaság, a helyi gazdaság általi kihívásokra milyen válaszokat adjunk. Én egyetlen ilyenre nem emlékszem. Tehát én nagyon, nagyon nagy szeretettel várom a kamara Székesfehérvár gazdaságára vonatkozó javaslatait, elképzeléseit, de nem csak a helyi adórendszer vonatkozásában, hanem minden egyéb kérdéskör tekintetében, mert most ez körülbelül olyan, mint hogyha én csak a kötelező kamarai regisztrációs díjak és tagdíjak sok ezer vagy 10 000 forintos kamarai terhelyét látnám a kamara tevékenységébe, és arra tennék javaslatot, hogy a fehérvári vállalkozások érdekében a kötelező kamarai tagság szűnjön meg, és ezek az egyébként sok ezer vagy 10 000 forintos terhek ne terheljék a fehérvári vállalkozásokat. Ugyanis vannak olyanok, akiknek a kamarai terhei magasabbak, mint az az építményadó, amiről mi is egyébként beszélni fogunk. De ez tőlem nem lenne elegáns, mert ez nem az én kérdésem, hanem a kamara kérdése, de abban viszont tényleg kérem a kamara segítségét, hogy a fehérvári gazdaság tekintetében a javaslatait fogalmazza meg. Teljesen egyetértek Földi képviselőasszony, a frakcióvezető asszony, aki felvetette a szolidaritási hozzájárulás kérdését. Mindig el szoktam mondani. Én mondom a legtöbb helyen a polgármesterek közül, az országban is vitatkozok a saját kormányommal, elmondom, hogy ezt én miért tartom igazságtalannak, elmondom, hogy a helyi adónak helyben kell maradni, én eddig is kiálltam emellett, és ezután is ki fogok emellett állni. És én mindig kértem a gazdasági szereplőket, hogy segítsenek nekem ebben. Kamarával az élen. Megtették. Hallott ön egyetlen egy kamarai javaslatot országosan, amiben a szolidaritási hozzájárulás, mint helyi adóból a központi költségvetésnek fizetendő elvonást egyébként részben vagy egészben megszüntetését javasolná? Én ilyet egyáltalán nem hallottam. Sem Radetzky elnök úrtól, sem másoktól. Pedig valójában itt most beszélgetünk, vitatkozunk egymással 400 millió forinton, ott pedig beszélgetünk 3,1, jövőre 3,8 milliárd forinton. Szerintem jóval nagyobb kérdéskör ez a kérdéskör. És ebben például néha, hogy érzem, hogy ebben a közgyűlésben egyetértés van.
Biztos vagyok benne, hogy itt azt a döntést hozhatnánk meg, hogy ezzel a jogintézménnyel mit kezdjünk, akkor nagy valószínűséggel legfeljebb azon vitatkoznánk, de ez egy, azt gondolom, jobb vita lenne, hogy azt az itt maradó részt az egyébként mire fordítsuk a város fejlődése érdekében. Adott esetben milyen adócsökkentést tudnánk belőle megvalósítani. De hát akkor nem az lenne a kamara feladata, hogy együtt küzd a fehérvári vállalkozásokért velünk ebben a kérdésben? Most és hát végül négy nem, egy tartózkodás, és a többi igen szavazat mellett elfogadta a város ezt az adórendeletet, és módosította a székesfehérvári adórendeletet is a közgyűlés. Ezen túlmenően milyen lényeges pontok voltak még a mai közgyűlésen? Hát a parkolás kérdése, ugye az volt a következő sarkalatos pont. Ugye van olyan zóna, ahol 190 forint per óra helyett 290 forint per óra lesz, és nyilván ezt sem szavaztuk meg, tehát nem értünk ezzel egyet. Az a frakció álláspontja erről, hogy nem a parkolódíjakat kell megemelni, és ezzel próbálni kiszorítani az autósokat a városból, hanem olyan parkolóházakat kellene építeni, ami lehetővé teszi a székesfehérváriaknak és az ide látogatóknak a normális parkolást. Ugye látjuk, hogy a közlekedés és a parkolás az most kézzel jár, és igen nagy kézben jár, és igen nagy problémát okoz a székesfehérváriaknak, és igencsak megnehezíti a mindennapjait. Szerintem azzal, hogy emelünk, ezzel nem fogjuk ezt a problémát megoldani, és nekem személyesen, ami különösen fáj, ugye az a kölyökbérlet is, tehát amit a szülők ugye meg tudtak vásárolni, hogyha viszik a gyermeküket az iskolába, vagy mennek érte, ez is ugye jelentősen emelkedni fog. Úgyhogy egyáltalán nem tudtuk ezt támogatni. Nem tudom még a kimutatást, hogy ez pontosan mekkora adóbevételt, vagy mekkora bevételnövekedést fog okozni a városnak. Nem hiszem, hogy ez akkora tétel lenne, és tényleg nem ebbe az irányba kellene elmenni. Székesfehérvár ma azok közé, a nagyon kevés megyei jogú városok közé tartozik, ahol nincsen parkolóház. És azért 98 ezer ember itt él, látjuk az agglomerációt, elképesztő mennyiségű embert vonzunk be ebbe a városba, és igenis ez is egy kötelező feladat, hogy mi ezt megoldjuk. Ugye azok a nagy cégek, akik elképesztő mennyiségű iparűzési adót fizetnek, és nagyon sok dolgozójuk van, ezt meg kell, hogy oldjuk. Ő nyilván ide fog járni orvoshoz, a gyereke ide fog járni iskolába, és nekünk ez egy megoldandó feladat, közösen, testületként, hogy nekik egy olyan megoldást kínáljunk, hogy ne okozzon ez számukra problémát. Szerintem erre nem ez a megoldás, hogy felemeljük a parkolási díjakat. Valóban egyetértünk abban, hogy parkolóházakra van szükség, de parkolóházak sajnos egyik percről a másikra nem nőnek ki a városban. És azt is látjuk, hogy a parkolóházak helyének kijelölésekor... Nem szeretné, hogy parkolóház épüljön a szomszédjába. Igen, mindenki szeretne parkolóházat, csak nem saját háza mellé, tehát hogy nagyon nehéz megtalálni azokat a helyeket is, ahova a parkolóházat lehetne. Ennek ellenére egy parkolóház már épül, egy terve már majdnem készen van, és az is lassan beruházási szintre emelkedik, és nem árulok el nagy titkot, szerintem, hogy a Murvás parkoló fejlesztése kapcsán is az elvárása a városnak a fejlesztővel szemben az, hogy egy hihetetlen nagy mennyiségű parkoló kell, hogy kialakításra kerüljön. Tehát egy óriási fejlesztés az, ami elindul ebben. Valóban, emellett azért azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt 5 évben soha az előzőhöz képest jóval magasabb parkoló szám került kialakításra. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a parkolási bevételekből mi történik, akkor azt látni kell, hogy annak körülbelül a 10-szeresét fordítjuk parkolófelújításra és parkolófejlesztésre. Minden lakosnak elmondtuk, én akár mint egyéni képviselő is, ha azt látják, hogy van, ahol lehet parkolót kialakítani, és meg is tudnak egymás között egyezni abban, hogy parkolót alakítsunk ki, akkor jelezzék, és ott parkoló lesz. De azt látnunk kell, hogy robbanásszerűen változott az autók létszáma Székesfehérváron. Körülbelül 20 ezer autóval több van a 10 évvel ezelőtti számhoz képest. Ez a város erre nem tudott felkészülni. Nem csak azért nem tudott felkészülni, mert 2010 előtt nem költöttek erre egy forintot sem. Én most le is veszem ezt a terhet. Azért nem tudott felkészülni, mert robbanásszerű változás történt. Székesfehérváron van az országban az egyfőre jutó autók száma, Székesfehérváron a legmagasabb az országban. Székesfehérváron van a legtöbb autó az emberek tulajdonában.
És az a baj ezzel, hogy erre nem tud senki így felkészülni, de most egy 5 évvel ezelőtti indítással folyamatosan fejlesztjük a parkolóinkat, és próbáljuk azokat a megoldásokat is, amelyekkel a lakosságot védjük, és a lakossági kéréseket csatornázunk be. A mai döntésnek az egyik legfontosabb része pedig az, hogy az egyórás ingyenes parkolás tovább folytatódik a városban, ami egyébként alapvetően unikális, mert nem sok helyen van az országban. Egy óráig minden székesfehérvári, ha kivált egy ilyen NFC kártyát a Városgondnokság parkolási osztályán, akkor minden nap egy órát ingyen tud parkolni. Ez pont megoldja azokat a kérdéseket, amikor gyógyszertárba, papírírószerboltba vagy a belvárosba akar bemenni fagyizni. Ilyen sehol nincsen. Erre nem lehet azt mondani, hogy ez parkolás bevétel növekedését célzó intézkedés, ez pont ezt csökkenti. De jól láthatóan a fehérváriak szeretik, most már lassan 8000 kártya került kibocsátásra, ami folyamatosan nő. Ennek szeretnénk még nagyobb hangot is adni, hogy minden székesfehérvári kezébe legyen egy ilyen kártya. De azt látni kell, hogy az idő érkező autóforgalommal kezdenünk el valamit. Tehát, hogy a konjunktúra hoz egy ilyen hatást. A gazdasági fejlődés, mindenkinek van autója, mindenkinek van lehetősége az autóját használni, és van lehetősége azzal az autóval elmenni pénzt költeni a városban, ami a városnak jó. Éppen ezért szeretnénk mi, ugyanúgy ebben egyetértés van, parkolóházakat építeni és a parkolókat bővíteni. De egy ilyen tervezési városban, amit sajnos 1960-ban mondjuk ötödennyi autóra terveztek, nagyon nehéz ezeket a fejlesztéseket meghozni. Aztán ugye a parkolás volt a másik fontos kérdéskör, de a zárt ülésen is döntés született, mégpedig a Szent István Király Múzeum igazgatói pályázatáról is döntöttek. A város Pokrovenszky Krisztiánt támogatta. Miért, illetve támogatták-e? Hát tegnap a bizottsági ülésen elég maratonira sikeredett az eddigi megszokottakhoz képest. Több mint 2 órás volt, és nyilván ez a napirend tette ki a legnagyobb részét. Azt tudni kell, hogy Pokrovenszky Krisztiánt 2019. január 18-án a testület, nem ez az összetételű, de nyilván én is tagja voltam annak a testületnek, megszavazta egyhangulag. Mind a 21-en bizalmat szavaztunk neki. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem fogadta be ezt a pályázatot. Nekünk ez egy jelzésérték volt, de még ez sem volt elég ahhoz, hogy nemet nyomjunk. Nyilván beszéltem múzeumi dolgozókkal. Kíváncsi voltam, hogy vajon hogy érzi magát ott. Tehát elég fiatal fiú, és nyilván esélyt kapott, ami teljesen, teljesen normális, és valahonnan el kell kezdeni. Csak hát az a sajnálatos eset történt, hogy az ott dolgozó szakmai mag nem támogatja Krisztiánt, és nem szeretnének vele együtt dolgozni. Én felelősen csak így tudtam dönteni, és én úgy érzem, hogy nekem képviselnem kellett azt a szakmai magot, és az ő kérésük az volt, hogy ne támogassuk a Krisztiánt, ők nem vele szeretnének együtt dolgozni. Én ezt tegnap elmondtam a bizottsági ülésen, nem rejtettünk zsákba macskát, egyébként a KT-nek az elnöke ott volt, és ezt elmondta az egész testületnek, vagy az egész bizottságnak, hogy ők kit szeretnének javasolni, és kivel szeretnének együtt dolgozni. Nekünk ez egy fontos és sarkalatos pont volt, úgyhogy mi ma a közgyűlésen nemet nyomtunk Krisztiára. A másik jelölt, aki még versenyben volt, az ő jelöltségére viszont egy tartózkodást nyomtunk, hisz tudtuk, hogy többségben lesz, hisz a bizottság egyértelműen megmutatta, hogy Pokrovenszky Krisztián fogják támogatni. Nincsen semmilyen személyes konfliktusunk vele. Remélem, hogy meg fogja ugrani ezt a feladatot, nagyon bízom benne, és tényleg még magasabb szintre emeli ezt a múzeumot, úgyhogy nagyon jó munkát kívánok neki innen is, és bízom benne, hogy tényleg minden rendben lesz, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma most nem fogja ezt megtenni, amit tavaly, vagy idén februárban megtett. Valóban a szakmainak nevezett közfoglalkoztatott tanács, azt hiszem, hogy ez a pontos közalkalmazotti tanács elmondta álláspontját, amiben egyetlen egy érdekes rész volt számomra, hogy nekem a legitimitását azt kicsit csökkentette ennek a véleménynek azt, hogy a 115 múzeumi dolgozóból 29 vett részt az ülésen. Ez gyakorlatilag én azt gondolom, hogy azért így megkérdőjelezhető, hogy ez a vélemény ez teljes mértékben lefedi-e a múzeum teljes alkalmazotti körének a véleményét. Mindemellett ezen felül kerekedve azt gondolom, hogy azért ott volt egy
egy múzeumok szövetségének a szakmai véleménye is az asztalunkon, amely egyértelműen részletesen kielemezve szakmai szempontból a pályázatokat, egyértelműen Pokrovenc Krisztián pályázatot találta a legjobbnak. Tehát, hogyha a szakmával ütköztetjük, akkor én azt gondolom, hogy egy olyan szakmai szövetségnek a véleménye, amely magába foglalja az összes múzeumot, és annak a igazi szakmai szakértőit, az ő véleményük egyértelműen kiáll Krisztián mellett, az már egy jó indulási pont lehet. Mindamellett, hogy azt tudjuk a múzeumról, hogy gyakorlatilag ez a szakmai mag, akiről beszélünk, az előtte lévő vezetőt sem támogatta, és az előtte lévő vezetőt sem, és az előtte lévő vezetőt sem támogatta. Tehát valamiért mindig a vezetővel volt a probléma. Én azt gondolom, hogy Krisztián, és ezt még maga a tanács elnöke is elmondta, hogy Krisztián sok mindent rendezett, és a nyugalmat is hozott a múzeum életébe. Ezt ő maga mondta el, és igen, erre a nyugalomra van szükség, és nem mellékesen, hogyha megnézzük a látogató számát a múzeumnak, akkor az elmúlt év az egy kiemelkedő év volt. Tehát azért én azt gondolom, hogy ha számokat nézünk, akkor mindig nézzük meg azt, ami a legfontosabb mutatója egy múzeumnak, vagy egy kulturális intézménynek, hányan mennek el és nézik meg. És az, hogy egy ilyen kiemelkedő számot tudott, amit még az országos szinten is kiemeltek, hogy Székesfehérváron az egyik legmagasabb a nézőszáma, vagy a látogatószáma a múzeumnak, én azt gondolom, hogy ez egy jó visszajelzés arra, hogy Krisztián jól végzi a munkáját. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a közgyűlés jó döntést hozott, és én nagyon remélem, hogy az ENMI is belátja, hogy a székesfehérváriaknak kell dönteni arról, hogy a Székesfehérvári Múzeumot kivezesse. Végezetül műsorunk végén még egy-egy gondolat van, hogyha egy összefoglaló gondolatot szeretnének hozzátenni a mai közgyűléshez. Politikai mondatot mondanék. Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen rendeletről szavaztunk, ami tényleg meghatározó Székesfehérvár életében, és olyan szinten bírtunk maradni, tehát olyan emberi volt ez a vita, annak ellenére, hogy a bejátszásból is láttuk, hogy azért volt feszültség, lehetett érezni a feszültséget, De hogy tényleg elképesztő odaadással, és mindenkin érződött, hogy ezt a várost szeretné képviselni, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Tehát az elmúlt közgyűlések nem így teltek ugye a kampányban, és egy ilyen sarkalatos pontot, egy ilyen sarkalatos döntésnél is emberek tudtunk maradni, én erre nagyon büszke vagyok. Köszönöm, Tamás. Valóban nagyon fontos, hogy ez a konstruktivitás megmaradjon, és próbáljunk meg a közgyűlés falain belül vitázni, és a vitás kérdéseket itt megvitatni, hiszen a város döntéseit a közgyűlésben, a városházán kell meghozni. Én nagyon remélem, hogy kilépve a városházáról is megmarad ez a nyugalom, és biztosított lesz az, hogy más felületeken nem indul újra az a féle dobálózás, ami mondjuk az elmúlt pár hónapban történt. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, és természetesen a közgyűlések után is ebben a körben fogjuk majd értékelni az ottani történéseket. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra.